Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Tisztelt nézőink! A mai alkalommal is Jézus egyik prédikációjával, beszédével, a hegyi beszéddel foglalkozunk. A boldog mondások közül az előbb hallott boldog mondás a tiszta szívűekről szól. Mielőtt megpróbálnánk megérteni, hogy ez mit jelent, egy kicsit a bibliai gondolkodásról néhány szót. A bibliai időkben az emberek úgy gondolkodtak, hogy a gondolkodás középpontja a szívben van, az érzelmek középpontja pedig a veségben. Ezen talán mi már mosolygunk, de azért valamennyi ezekből a jelképekből, talán a vesét nem annyira, de a szív mint jelkép, bár számunkra inkább az érzelmek, vagy az ember lényegének a központja, a szív mint jelkép megmaradt. Azonban itt egy kicsit ennél többről van szó. Amikor Jézus a tiszta szívűségről beszél, akkor a szív itt nem pusztán a gondolkodásnak vagy az érzelemnek a központja, hanem ebben az esetben a szív az az egész személyiségnek, az érzelmeknek, a testiségnek, a szellemnek, mindennek együttes középpontjaként jelenik meg. Amikor Jézus erről a tiszta szívűségről beszél, akkor itt ő arra szeretne utalni, hogy egyfajta összhang, belső harmónia van az emberben, akkor jut el arra az állapotra, amiről itt szó van, hogy képes meglátni Istent. Hogyan tudunk erre a belső összhangra, belső harmóniára szert tenni, hogy a belső szemeinkkel, lelki szemeinkkel képesek legyünk őt meglátni? Ez egyébként sokszor probléma, amikor a hitről beszélünk, vagy Isten személyét próbáljuk az embereknek bemutatni, hogy a szemünkre vetik, hogy hát az Isten nem látta soha senki, miről beszélünk, mutassuk meg, hogy hol van, majd ha látom, akkor hiszek benne. Az a helyzet, hogy Isten látható, de nem a fizikai szemeinkkel, hanem azzal a bizonyos lelki szemmel. Ahhoz, hogy valakinek a lelki szeme megnyíljon, hogy a lelki szemeivel lásson, hogy ez egy valódi tapasztalat legyen neki, azt látjuk ebben a mondásban, hogy ahhoz tiszta szívűnek kell lenni. Jó, értjük a szív dolgát, de mitől lesz az tiszta? Ha egy kicsit is őszinték vagyunk magunkhoz, akkor, hogy belenézünk a lelki tükörbe, az Isten törvényébe, akkor rögtön látni fogjuk azt, hogy hol és milyen mértékben térünk el attól az erkölcsi mércétől, tökéletességtől, amely az Isten törvényében található. Pontosan képet alkothatunk a saját szívünk, a saját lényünk, gondolkodásunk, életünk állapotáról, ha ezt az egyszerű kis tesztet megtesszük. Otthon érdemes kinyitni a Szentírást, megkeresni Mózes második könyve 20. fejezetében a 10 parancsolatot, tessenek belenézni, elolvasni, átgondolni, hogy ahhoz képest az életük milyen szinten áll, és rögtön képet kapnak arról önök a maguk számára, hogy mennyire tiszta a szívük. A lényeg, hogy valószínűleg több ponton fogunk eltérést találni. De hogyan tisztulhatunk meg? Hogyan válhatunk olyan személyeké, akik lelki szemei már megnyíltak és Istent látják? Nos, három ilyen szakaszt szeretnék önöknek bemutatni. János evangéliumában található mind a három. Kérem, hallgassuk ezt most meg, és aztán elmondom, ezek miről szólnak. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Mondd a néki Jézus, aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Az első dolog, amit Jézus a tanítványának mond el, hogy az a beszéd, amit ő mondott, amit ő számukra átadott, az a tanítás, az, amit ő önmagától mondott, az már önmagával, azzal a hatalommal bír, hogy ők, ha azt teszik, megcselekszik, magukévá tették, akkor az őket megtisztítja. Ez az első dolog, és ezt mind megtehetjük. Amikor az ember eldönti, hogy amit a Szentírásban talál, azok az erkölcsi értékek, azok a tanácsok, azok az élete útmutatója, vagy követendő példája lesz, akkor már ezen az úton, a megtisztulás útján elindult. A második, amiről úgy beszél Jézus az úgynevezett főpapi imájában, hogy az igazság megszentel. Az igazságnak megszentelő, megtisztító, a szolgálatra elkülönítő hatása van, akkor ez a második dolog. Az igazság, ahogy egy korábbi alkalommal már mondtam önöknek, a szentírási gondolkodásban
elsősorban az Isten személyét jelenti, vagy a benne való hitet is jelenti. Tehát a Krisztusban való hit, a Krisztushoz való ragaszkodás, az Istenben való bizalom az önmagában szintén egy olyan hatalommal bír az ember életére nézve, ami nem csak a szolgálatra ösztönzi, hanem egyfajta megtisztító, megigazító, az Isten irányába vezető hatalommal vagy hatással bír. Ez a második olyan lehetősége, hogy a szívünk tisztává lehet. És végül a harmadik az a keresség maga. Nyilván ez is a hittel függ össze, hiszen a bibliai gondolkodás szerint a keresség az a Krisztusban való hitnek egyfajta nyilvános megvallása, annak a belső Krisztushoz való ragaszkodásnak a külső megnyilvánulása, ami szintén az Istenhez visz bennünket közelebb. Itt is tehát a hitnek a fontos eleme, az Isten iránti bizalomnak a kulcsfontosságú tényezője jelenik meg. De ha mindezeket szeretnénk összefoglalni, akkor van még egy másik dolog, ami itt kulcs tényező. Ez pedig a szeretet. Az Isten iránti szeretet, az Isten iránti ragaszkodás, az Isten iránti belső vágy, az mindenképpen nem csak közelebb visz bennünket az Istenhez, hanem a vele való együttlét, a benne való hit, a benne való bizalom az egyúttal meg is tisztít. És ez a belső megtisztulás, ez a belső Istenre hagyatkozás, a belső vágy és szomjúság ő iránta, az egyúttal a lelki szemeinket is lassan megnyitja, és meglátjuk őt teljes valójában, de persze nem fizikailag, hanem az életünkben őt meglátjuk megjelenni, meglátjuk az ő gondviselésének a nyomait, ahogyan az életünket vezeti, ahogyan megállt bennünket, ahogyan a bajoktól megóv, és így tovább. Szóval tényleg felnyílnak a szemeink, vagy lehullik róla a hájog, vagy olyan, mintha egy függönyt húznának el a szemünk elől, és elkezdünk tisztán látni, megérteni, hogy kicsoda az Isten, megérteni, hogy hogyan és milyen módon áll újra és újra mellettünk, hogyan gondoskodik rólunk, stb. Ez egy valódi élmény, egy valóságosan felemelő, és az a keresztény ember számára egy boldogító élmény. Én ezt kívánom önöknek, hogy legyünk ennek megtapasztalói, lássuk mi magunk is az Istent, egyelőre csak lelki szemeinkkel, és később majd, amikor Jézus visszajön értünk, akkor már személyesen, fizikailag, szemtől szemben adjon ezt, ígérte. Ezt kívánom mindannyiuknak.